hónap utolsó tagja nem lesz más, mint az évvége közeletével aktuális évvégi booktag. Úgyis nagyon sokan jöttetek az Andival közös videónktól, ami a fél évzárási pánik volt. Amúgy is sziasztok, remélem jól érzitek magatokat itt is. Az eredeti videó End of the Year booktag néven fut, Ariel Bissett készített el, lent hagyom a boxban. Első kérdés. Milyen könyvet kezdtél el már, amit még be kell fejezned? Körmaján belül az áruló Seth Dickinsontól, még mindig nem hallottam vele sokat, de ezt év végéig befejezem. Második kérdés van, úgynevezett őszi könyved, amivel könnyebben átlépsz az évvégi időszakba? Nekem ilyen nincs, általában nincsenek szezonális könyveim. Most volt egy, ami így pont véletlenül pont jókor találtál és pont jókor jutott be, ez pedig nem volt más, mint Ruth Wertel a Sötét erdő közepén. Nagyon hangulatos, ilyen sötét erdős, thrilleres krimi, és felültetett arra a vonatra, hogy olvassak el végtelen mennyiségű thrillert, úgyhogy köszönöm szépen, könyv. A harmadik kérdés, milyen új megjelenést vársz még? Ehhez végig kellett böngésznem a MOL-nak az adatbázisát, viszont találtam egy könyvet, amire azonnal ráklikkeltem. Ez pedig nem volt más, mint Tamora Ireland Stone-tól a Clipped. Szóval ebben a könyvben egy csaj kifejleszt egy appot, amivel összeköti a kb. Egy érdeklődési körű embereket az adott iskolában, és egy ilyen kincshadászatszerű utazásra összekéri őket, hogy megtalálják a végén egymást, és véletlenül belekerül egy bug a rendszerbe, ami miatt veszélybe kerül az összes létező felhasználó adata. És ez a könyv annyira nekem szól, mint semmi soha. Sajnos nem biztos, hogy idénre be fog férni, de nagyon, nagyon szeretném, hogy ez sorra kerüljön. Negyedik, mi az a három könyv, amit idén még nagyon el akarsz olvasni? Először is a könyvtári könyveket szeretném elolvasni, amíg még itt vannak nálam, és nem vehetek ki újabb könyvet év végéig, mert itt van még a saját polc a hátam mögött, amit nagyon jól kitakarok, és arról kéne olvasni. A könyvtári könyvek közül az első, Tan Tuan Engtől az Esti ködök kártya, Josh Malermantól a Házató mélyén, Gilly Macmillantől a Kilenc nap, és ennyi. Ötödik, van-e könyv, ami még esélyes az évkönyve címre? Mire ez a videó kimegy, addigra már megkapom a könyvet, és szerintem meg is olvasom, ez pedig nem más, mint N.K. Jemisintől az Balisk kapu. Ha ez nem lesz a kedvenc könyvem idén, akkor nem tudom, mi lesz. Hatodik kérdést, elkezdted-e már a jövő évi tervezést? Senki nem kezdte még el úgy a jövő évi tervezés, mint én. Konkrétan negyedéves céljaink lesznek, ilyen olvasási, meg személyes, meg videós, meg stb. Az éves leszűkítem negyedévesre, mert az évesen nagyon-nagyon el tudok csúszni, hogyha így töménytelen mennyiségű célt adok magam elé. A negyedéves célok közül már mindig lesz egy témahónap, mert a Fantasy februárt nagyon szerettem, és azt akarom átvenni most is. Lesz Fantasy február, ahol csak fantasy regényeket fogok olvasni. Magyar május, ahol csak magyar szerzőket fogok olvasni, potenciálisan csak kortársakat, de ez még kiderül. Lesz egy angol augusztus, ami azért szükséges, mert túlságosan a könyvtári könyvekre koncentrálok, és mindig elfelejtem, hogy az elolvasomra mindig veszek és veszek és veszek újabb könyveket, és az nincs a szemem előtt annyira, mint ez a polc, ez a TBR polc, a Shelf of Shame. És szeretnénk még egy havi blokkot, ami most így kb. Ez a Vlog every second day in November, csak akkor nem szeretnék minden nap vlogolni, mert az most ugye azért van, mert 3 hónapig szabadságra mentem, hanem valami más témát, csak azt még nem találtam ki, lehet, hogy valami NaNoWriMo-val kapcsolatos lesz. Nos, ez lett volna az évvégi könyves tag. Szeretném megjelölni Andit az Inside My Head csatornáról, ugyanis ez majdnem olyan, mint a fél évzárási pánik tag, csak sokkal rövidebb. Tovább adom még Hiasznek a Book of Hash csatornáról, ő szerintem még meg is csinálja. Patrik a Read That Bookról érezze magát megjelölve. Szilveszter a melegkönyvek.blog.hu. Abstract Elf a Loving a White Book blog gazdája. Valamint tovább adom a jelölést egy új könyves csatornának, akik szerintem kb. Egy hónapja indulhattak, és ők Zsófi és Blanka a Cover Maniacs-től, és csináljátok együtt. Nos, ennyi lett volna ez a videó, hogyha bármi megjegyzésetek van, kommentbe várom. Köszönjük, hogy végignéztetek, viszlát legközelebb, sziasztok!